estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. A következő percekben arról lesz szó, hogy a Vasvári Pál Gimnázium miért tartja fontosnak a természettudományok népszerűsítését, miként teszi ezt, és hogy ezt egy székesfehérvári nagyvállalat miért is támogatja. Tartsanak velünk! Gyárlátogatások, versenyek és táborok is színesítik a vasvári sok tanévét az egyik székesfehérvári nagyvállalat támogatásának köszönhetően. Az Arconic már második éve támogatja a gimnáziumot a STEM program keretében. 20 ezer dollárral, azaz több mint 5 millió forinttal járul hozzá az Arconic a fiatalok természettudományi ismereteinek bővítéséhez. Úgy gondoljuk, hogy el vannak veszve ebbe a világba. Tehát úgy látjuk, hogy a legtöbb fiatalt az befolyásol leginkább, hogy édesapjának, édesanyjának mi a foglalkozása, és 17-18 éves korban nagyon nehéz döntést kell hozniuk, hogy tényleg a pályájuk milyen irányba menjen el. És mi szeretnénk egy lehetőséget nyújtani nekik azzal, ezekkel a programokkal, hogy megismerjék a mérnöki tudományokat. Hogy mi ez tulajdonképpen, mi a különbség a gépészmérnök, mi a különbség a villamosmérnök, mi a különbség egy fejlesztőmérnök között, és erre ideális terep az Arconic Köfém Kft.-nek az üzeme. Több üzletággal vagyunk jelen, többfajta terméket gyártunk. Azt lehet mondani, hogy a mérnöki tudományoknak mindegyike megtalálható a telephelyen, és ezzel talán fel tudjuk nyitni a szemüket, és egy tudatosabb pályaválasztási döntést tudnak hozni. Hiszen ezek szerint nagyon is szükség van a mérnökökre. Nagyon nagy szükség van, és szerintem egyre inkább szükség van. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy 2-3 éven belül már nem a 4G lesz a telefóniában, hanem az 5G, ami igazából akárkivel én beszéltem, azt mondták, hogy egy iszonyatos fejlődési lehetőség lesz, csak érzékeltetve. 5G-n keresztül, hogyha egy szimfonikus zenekarban valaki New Yorkba játszik és Japánba, itt Magyarországon nem fogjuk hallani a különbséget. Olyan gyors adatátvitelről van szó. Viszont ha megjelenik ez az 5G, ez le fog menni az üzemekbe is. Le fog menni a gyárakba is, össze fogjuk kapcsolni a gépeket, a gépek azok az interneten keresztül fognak kommunikálni. Na most ezeket a kommunikációkat, ezeket a programokat csak jól képzett mérnökök tudják működtetni. Egyébként mik a mérnöki tudományoknak a szépségei? Én közgazdász vagyok, ezért erről viszonylag nehéz beszélnem. Szerintem az állandó kreativitás. Amennyire én látom a mérnök kollégáimat, és viszonyítom magamhoz képzett, aki egy eléggé fafejű pénzügyes, én azt látom, hogy nekik állandóan újabb és újabb kihívásaik vannak. Nálunk a pénzügynél viszonylag szabályok alapján dolgozunk, megvannak a könyvelési szabályok, az alapján kell könyvelnünk. Egy mérnöknek lehetősége van arra, hogy részt vegyen egy 35 milliárdos épülő beruházásban itt Székesfehérváron. Lehetősége van arra, hogy kiválassza azt a gépet, amelyik jelen pillanatban a legfejlettebb technológiát jelenti. Lehetősége van arra, hogy kitalálja ezt, hogy hogyan telepítsük le, hogyan működtessük, és ezt követően lehetősége van arra is, hogy hogyan tudjuk ezt a gépet minél hatékonyabban működtetni. A vállalat második alkalommal támogatja a gimnáziumot. Fizika napja, angol nyelvű vitaverseny, tábor a Kárpátokban és erdei iskola. A vasvári sok iskolán kívül is tanulnak évközben. Ilyen és ehhez hasonló programokon vehetnek részt a diákok egy nagy vállalat támogatásának köszönhetően. Az iskolában az utóbbi időben a kezdeményezésnek köszönhetően megnőtt a gyerekek érdeklődése a természettudományok iránt. Nagyon hasznos volt, hiszen az iskolai költségvetésből a szűken vett oktatási feladatokat meg tudjuk oldani, de egyéb plusz programokra nem nagyon jut. Ez a lehetőség, ez kinyitotta egy kicsit a világot a tanulóink számára, hiszen el tudtuk őket vinni nagyon sok helyre, különböző gyárakba, különböző múzeumokba, ez akár Magyarországon, de Bécsben a Technikai Múzeumban is voltunk, vagy Pozsonyban is voltunk, és ezen a STEM területen nagyon sok élményben lehetett részük, vagy voltunk kísérletbemutatókon Győrbe például. Ez az egyik terület, nagy terület, ami nagyon hasznos volt. Ezzel egyrészt közvetlen kapcsolatban jutottak a munkahelyekkel, meglátták azt, hogy például egy mérnök mivel foglalkozik a napjaiban. Egyébként itt az Arconic vállalatnál is beleláttak, hiszen itt volt olyan program is, hogy egy napot eltölthettek mérnökökkel, kísérték végig egy napjukon őket, tehát ezek nagyon hasznosak voltak. Tehát most már ők úgy választhatnak egyrészt fakultációs irányokat a még itt lévő éveikben, illetve utána majd pályát, hogy már van egy kis rálátásuk. Nem csak olvashattak esetleg az interneten róla, hanem tényleg kézzel foghatóan tapasztalták ezeket. Ami még ebbe a programba volt, hogy nagy táborokat tudtunk, ami megint csak a STEM
terület köré is épült. Tehát egyrészt tavasszal volt egy terepgyakorlat, erdei iskola, aminek a keretében egyébként egy napot az Arconic vállalat bonyolított le előadást, programokat szervezett az alatt. Másrészt a nyári táborunk, ami most már 28 éve megy, az annak a programjába is beemeltük ezeket az adott területen. Bükkbe voltunk, és például Miskolcon voltunk egy esztergályozó és hengermű kisvállalatnál, illetve olyan múzeumokat látogattunk meg, ami természettudományokhoz kapcsolódott, tehát ezeket a programokat mind segítette. Emellett még versenyek voltak, vagyis verseny volt egy. Tavaly indítottunk egy angol nyelvű vitaversenyt, ami nagyon sikeres volt, nagyon jó színvonala volt. Például a Pannon Egyetemnek a anglisztikai tanszékének a vezetője volt az egyik zsűriző, és egyből próbált rábeszélni bennünket, hogy ezt az egész Dunántúlon csináljuk meg ezt a versenyt, annyira tetszett neki. Mi most annyiban léptünk tovább, hogy most megyei szinten hirdettük meg, tavaly csak városi szinten, tehát az új programban is ez bent lesz. Tehát megtartottuk az új második éves programban is azokat az elemeket, amiket hasznosnak ítéltünk, tehát ugyanúgy mennek gyár látogatások, például most az elsőt már most szervezzük, hogy a Mátrai erőműbe fogunk menni, de természetesen a helyi Arconic vállalat az mindig központi helyen van ebbe a programba, és többször el fogunk látogatni. A táborokat továbbra is csináljuk, és a versenyeket pedig kibődítettük még egy matematika versennyel is. A diákok körében egyébként, a végzős diákokra gondolok most itt legfőképpen, mennyire népszerűek továbbtanulás tekintetében a természettudomány? Hát azt érzékeljük, már egyébként korábban is érzékeltük, hogy elindult egy kicsit ebbe az irányba a fiatalok érdeklődése, a továbbtanulás, ezért is indítottunk egy olyan osztályt 9 évvel ezelőtt, ami a természettudományokat tartja központi helyen, de azt is észleltük, hogy például a tavalyi programnak a hatására, ahol az akkori tizedikeseket vontuk be nagyobb részt a különböző elemekbe, hogy jóval nagyobb jelentkezés történt matematika és fizika emelt szintű csoportokba is. A fizika csoport létszáma megduplázódott az előző évhez képest például. A mai oktatásban elengedhetetlen, hogy a fiatalok gyakorlati képzésben is részt vegyenek. A természettudományok fontosságát nem győzzük hangsúlyozni. Nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, a Vasvári gimnáziumon kívül jó pár intézményünk, iskolánk a zászlójára tűzte a természettudományos oktatás erősítését, és megkérdőjelezhetetlen ennek a fontossága egy ilyen ipari környezetben, mint Székesfehérvár. Azért én szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen miért fontos ekkora hangsúlyt helyezni a természettudományokra? Én azt hiszem, hogy a munkaerőpiac igényeire tudunk mi válaszolni ezzel. Kétségtelen, hogy az oktatás azért jó pár évet kell, hogy figyelembe vegyen, amíg ki tudja szolgálni a felmerülő munkaerőpiaci igényeket. Ugyanakkor egy biztos természettudományos alap azt jelentheti, hogy történjen bármi a munkaerőpiac világában a távolabbi jövőben, akkor annak meg tudnak majd felelni az itt végzett diákok. Gondolok itt arra, hogy jelen pillanatban, akik most kezdik az általános iskolát, ők majd, ha jól számolok, akkor 2035 körül fogják befejezni majd a tanulmányaikat a köznevelés rendszerében, és elég bátor vállalkozás lenne most megmondani, hogy milyen szakmákban fognak majd ők elhelyezkedni, hiszen elképzelhető, hogy olyan területen dolgoznak majd, ami most még nem is létezik. De hogyha kapnak egy megfelelő természettudományos alapot, akkor és a tanulás tanulását tanulják meg, hogy ilyen képzavarral éljek, akkor bizonyosan nem lesznek elveszett emberek, és hasznos tagjai lehetnek a nemzetünknek. Ugye ez a program, ez nem a szó szerint vett oktatásról szól tulajdonképpen, hanem kicsit kinyúlik az iskolán kívülre. Ez mennyire fontos egyébként a mindennapi oktatásban?
Én úgy vélem, hogy a mostani Z, illetve alfa generációnál még inkább fontos az, hogy a nem formális oktatási módszereket találjuk meg. Gondolok itt erdeiskolára, táborra, olyan iskolafalakon túlmutató környezetre, ahol rá tudnak csodálkozni akár a biológia, akár a kémia, fizika törvényszerűségeire. Az élménypedagógia rendkívül fontos a mai generációk oktatásában, hiszen ők azok a diákok, akik úgy nőnek fel, hogy számtalan élmény éri őket egyszerre, egy időben. És az a fajta pedagógiai módszer, hogy kiáll a pedagógus kollega, és kinyilatkoztatja az igazságot, az már megkockáztatom, hogy kevés a diákok figyelmének a fenntartására. Ha viszont kivisszük őket, új módszerekkel találkoznak, non-formális keretek között, akkor abból csak jó sülhet ki. Székesfehérváron jelenleg érdemes mérnöknek tanulni, ugyanis több vállalatnál is betöltetlen pozíciók várják a fiatalokat. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az intézményeinkben a természettudományos tárgyak iránt minél több programmal, minél innovatív módon a tanárok fel tudják hívni a figyelmet a fiataloknak, hogy mennyire fontos, hiszen a mérnökképzés alapja az a matematika, fizika tárgyak, amelyek elsősorban ezt a programot érintik, hiszen természetesen egy ekkora ipari városban, ahol kimagasló az ipari termelés, nagyon-nagyon fontos, hogy minél több mérnököt tudjunk az ipar számára biztosítani. Ezért is örülök neki annak, hogy az Arkonik alapítványa nagyon jelentős összeggel támogatja az idén is a Vasvári Pál gimnáziumot, ahol az egyik évfolyam a C-s osztály, ez kifejezetten természettudományos irányultságú osztály, és nagyon örülök neki, hogy az elmúlt években is sok-sok fiatal gondolta úgy, hogy ez iránt a pálya iránt érdeklődik és tanul tovább, hiszen a tavalyi évben is ebből az intézményből mint egy egész osztálynyi maradt a székesfehérvári felsőoktatásban, akár az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karán, akár pedig a Kornusz Egyetem székesfehérvári kampuszán, amely a város jövőjét jelenti, hiszen nagyon sok mérnökre, gazdasági szakemberre kell számolnunk és van szükség. Úgyhogy köszönöm még egyszer az alapítványnak, az intézménynek ezt a munkát, hiszen nagyon jól illik ez a program abba a sorozatba, amelyet a város néhány évvel ezelőtt indított városi szinten. Akár gondolhatunk az Alba Innovár kiváló tevékenységére, vagy arra, hogy hamarosan elindul a robotikai labor kialakítás az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karán, hiszen a mai fiataloknak már arra mérnök pályára kell készülni, amikor már a robotokat kell programozni, megalkotni, úgyhogy nagyon sok feladat vár még rájuk, remélhetőleg hosszú évtizedeken keresztül Székesfehérváron, úgyhogy ezután is buzdítok mindenkit. Most értelemszerűen a végzősöket, hogy még van néhány hét február 15-éig, hogy bátran válasszák ezeket a szakokat. Ami ugye azért is fontos Fehérvárnak, hiszen már évek óta elmondhatjuk, hogy munkaerőhiánnyal küzd a város. Valóban, természetesen az élet minden területén, így a mérnökök területén is óriási a munkaerőhiány, több száz mérnök üres álláshely van Székesfehérváron, úgyhogy ezért is nagyon fontos az a duális képzési rendszer, amely már elindul a szakképzésben, és aztán folytatódik a műszaki, illetve a gazdasági területen itt Székesfehérváron, hiszen ők nagy valószínűséggel már az egyetemi tanulmányok mellett ugye adott cégnél dolgozva már megismerik a gyakorlatban is az adott vállalatot, egy nagyobb eséllyel maradnak itt a diploma megszerzése után a városban, vagy éppen az adott cégnél. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a munka ez, természetesen évről évre növekvő létszám mellett szerencsére. Úgyhogy köszönöm ezután is mindenkinek azt a hozzáadott értéket, amelyet ehhez a folyamathoz hozzá tud tenni. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!